Köszöntöm a nézőket! Baján vagyunk a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának az udvarán, és ez az a híres Ulmerschachtel, ami ugye akkora, mint amekkorával érkeztek annak idején a Dunán a németek, és akivel beszélgetek, Emmert József, ő az iskolában a Közművelődési Intézményegység vezetője, néptánc csoport vezetője, és még nagyon sok minden más. Köszönöm szépen, hogy eljöhettünk ide! Igen, valóban ez itt egy eredeti nagyságában megépült Ulmerschachtel, ami néhány évvel ezelőtt azzal a céllal épült ide, hogy egyrészt itt Baján a magyarországi németségnek legyen egy emlékműve, másrészt azért épült ide, hogy Bajának, mint városnak ez lehet egy idegenforgalmi nevezetessége, és a harmadik célja ennek a hajónak az volt, hogy megtöltsük élettel. Ez azt jelenti, hogy különböző korosztályoknak programokat dolgozunk ki, amit itt helyben meg lehet valósítani azzal a céllal, hogy a magyarországi németségnek, mint nemzetiségnek a múltját, jelenét, jövőjét egy kicsit megismerhesse a látogató. Mennyire vágták nagy fába a fejszélyüket ezzel az Ulmerschachtellel? Mennyi munka volt ebben? Igen, hát rengeteg munka volt benne természetesen. Olyannyira nagy fába vágtuk a fejszénket ezzel, hogy először is ilyen hajók ugye nem maradtak fönt, hiszen ezek egyetlen egy utat tettek meg, mivel meghajtásuk nem volt, soha többet nem kerültek vissza Ulmba, ahonnan indultak, hanem itt szétszették őket. Innentől kezdve nem is tudtuk, hogy mekkorák voltak pontosan ezek a hajók, és azt főleg nem, hogy mennyibe kerülne egy ilyen hajót megépíteni. Röviden annyi a történet, hogy fölvettük a kapcsolatot professzor Petershagennel, aki Németországban ennek a témának a kutatója, és őtőle kaptunk rajzokat, leírásokat, amiből kiderült, hogy ezek a hajók olyan 15-től 30 méter hosszúak voltak, és 4-től 7 méterig változott a szélességük, tehát kisebb és nagyobb hajók is épültek, és így úgy gondoltuk, hogy egy életnagyságú hajó, hát építünk, tehát az volt az eredeti ötlet, hiszen kisebb modellek már szép számmal vannak az országban, egészen picikéktől 5 méteres modellekig. És hát ez a hajó így most 21 méter hosszú a hajótest, és a kormány lapátokkal együtt 30 méteres hosszúságú, tehát egy eredeti méretűnek mondható ilyen hajó. És hát mivel a ma Magyarországon élő németségnek a nagy része a 18. században ilyen típusú hajókkal érkezett ide, erre a vidékre, ezért ez a hajó típus lett a magyarországi németek betelepülésének a jelképe. Gondolom nem volt ilyen kényelmes, mint most itt, ahol ülünk. Mennyien voltak egy-egy ilyen hajóban körülbelül, illetve mi az, amiket hoztak magukkal? Igen, hát ez számunkra itt egy izgalmas kérdés. Állítólag 100-150 embert is bezsúfoltak egy ilyen méretű hajóba, semmilyen berendezés itt nem volt, sem szék, se ágy, se asztal, és hát ha arra gondolunk, hogy Ulmtól idáig körülbelül 2 hétig jöttek a Dunán ezek a hajók, akkor nem valami kényelmes hajó utazásra kell gondolni, hanem mindenki a saját csomagjain ülve utazott itt ebben a, hát szerintem nagyon kényelmetlen utazáson, de valahogy kibírták. Nagyon érdekes kérdés számunkra, hogy ugyan mit hoztak magukkal. Hát erre itt néhány kiállítással próbáltunk némi választ adni. A leírásokból tudhatjuk, hogy hoztak magukkal például szőlőveszőt, vetőmagokat, a hátam mögött néhány tárgyat kiállítottunk, a mindennapi életükhöz szükséges használati tárgyakat, de mint tudjuk, Mária Terézia idejében csak római katolikusokat engedtek bejönni, később II. József idejében már evangélikusok is szép számmal jöttek, illetve néhány család jött, aki református volt. Tehát ott kiállítottunk néhány olyan dolgot, ami a vallási életükhöz kötődő tárgyi emlék, bibliák, imakönyvek, rózsafűzér, stb. De nagyon érdekes számunkra az is, hogy magukkal hozták a német nyelvet, illetve magukkal hozták a kultúrájukat, amit itt próbálunk a gyerekeknek egy picit elmesélni, bemutatni, illetve az érdeklődőknek. Gondolok itt
az étkezési kultúrára, az építési kultúrára, vagy éppen az ének, zene és tánc kultúrára. Mennyire fogékonyak a mai fiatalok erre? Mi a tapasztalat? Érdekesnek találják, hiszen ez egy kis időutazás a számukra, hogy milyen lehetett a világ akkoriban, és hát ugye nagyon nagyot változott azóta a világ. Mindig fölteszem a kérdést, hogy mit gondoltok, mit hoztak, vagy mit csináltak itt két hétig a hajóban, amíg utaztak, és itt meg volt tömve csomagokkal, mindenki ült a csomagjain és utazott. Vajon mit csináltak itt két hétig? Hát azt nem merik ugye mondani, hogy nyomkodták az okostelefonjukat, és akkor előbb-utóbb kitalálják, hogy biztosan beszélgettek, hiszen különböző vidékekről jöttek, sok idegen ember került itt egy hajóba, biztos, hogy beszélgettek arról, hogy na te miért jössz, te mit szeretnél, honnan jöttél, miért jöttél, stb. Aztán azt már nagyon nehéz kitalálniuk, hogy azt még kitalálják, hogy mondjuk imádkoztak, hiszen vallásos emberek voltak, de azt, hogy szórakozásnak mit csinálhattak itt a hajón két hétig, oda sokat kell várnom, mire valaki kitalálja, biztos énekeltek. Hát nyilvánvaló, hogy táncolni itt nem tudtak, énekeltek, és így gondolom, hogy egymástól tanultak dalokat, hiszen két hétig volt idő. Tehát magukkal hozták az ének, zene és tánc kultúrájukat, amiből ma is egy itteni tánccsoport, énekar vagy zenekar mai napig próbál ezekből a dolgokból táplálkozni. Amit ma színpadra állítunk, annak a gyökerei valószínűleg hát ilyen hajókon érkeztek be a 18. században, vagy akár később is. Itt az iskolában hogyan kezdődött a néptánc csoport? Hát ugye ez az intézmény, az MNAMK, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja, itt Dél-Magyarországon a németség egyik zászlós hajója. Ilyen formán fontos feladatunknak érezzük, hogy a kultúrát, a németség kultúráját is átadjuk, tovább adjuk a gyerekeknek, és már óvodás korban is van egy kis tánccsoport, ott kezdődik a dolog, és van néptánc órájuk is a gyerekeknek testnevelés óra keretén belül, ami végig kíséri őket egészen gimnázium 9. osztályig. Nagyon fontos, hogy ezt már óvodában elkezdjük, és általános iskolában is mindig vannak néptánc óráik, tehát a gyerekeket fontos belenevelni ebbe az egész világba, hiszen ma már a táncolás, mint szórakozás már egész más szerepet tölt be az életünkben, mint régebben. Hát erről ugye nagyon sokat lehetne mesélni. Gyerekkoromban még minden évben többször mentünk lakodalomba, minden faluban voltak bálok rendszeresen, és ma már valahogy nem egészen így van. Ezt most azért mesélem, mert mi, az én generációm annak idején még természetes volt, hogy megtanultunk táncolni, természetes volt, hogy bálokban, lakodalmakban mindenki táncolt. Na most ma már, mintha nem így lenne ez, így van ez az énekléssel is, amíg nem volt ennyire digitális világ, mint ma, addig valahol az éneklés is egy fontos, mindennaposnak mondható szórakozási formának tűnt. Ha valahol összejött egy társaság, bármilyen céllal, ott énekeltek egy jót, mindenfélét. Ma már az éneklésre nehéz rábeszélni a gyerekeket. Örülünk, hogy egy ekkora intézményből van annyi énekelni vágyó diák, hogy az énekkarunk ki tud állni, és van egy komoly énekkarunk. Ugyanez a helyzet a tánccal is. Hiába van általános iskolában is végig néptánc órájuk a gyerekeknek, nem annyira természetes dolog, hogy táncolunk, hanem már motiválni kell őket, és ez nem olyan könnyű feladat, különösen nem néptánc irányba. Klasszikus táncok, modern táncok, az úgy népszerűbb manapság, de azért nem lehetetlen küldetés, azért minden évben összejön annyi a gimnáziumban is, annyi fiatal, aki szeret valamiért táncolni, akiknek ez jelent valami örömöt, akik szívesen jönnek próbákra, hiszen ahhoz, hogy egy táncot színpadra állítsunk, ahhoz nagyon sok minden szükséges kell. Először is
táncolni tudni a diákoknak, kell hozzá zene, de kell hozzá énekelni is, hiszen ezekhez a táncokhoz valami ének is tartozik, de kell hozzá valami német népviselet is, tehát egy elég komplex dolog, mire egy tánckoreográfia a színpadon megnézhető és megtapsolható, addig nagyon sok munka tartozik ehhez. Épp a népviselettel kapcsolatban szerettem volna kérdezni, hogy mennyire sikerült megőrizni azokat a ruhákat, amiket mondjuk annak idején hordtak, illetve hogyan tudják most ezt akár reprodukálni, ezeket a darabokat? Hát nem olyan könnyű megőrizni, hiszen a második világháború után még élt az a generáció, aki az utcán is népviseletben járt, és a színpadon természetesen nem a hétköznapi, hanem az ünnepi viseletet láthatjuk mindig, és természetesen addig ment ez könnyen, amíg éltek a szülők, nagyszülők, akik gondozták ezeket a népviseleteket. Gondolok itt arra, hogy szoknyákat keményíteni, hogyan kell egy népviseleti ruhadarabot tárolni, tisztán tartani, rendben tartani. Ez már a fiataloknak nem olyan egyszerű, így elég nehéz a népviseleteket úgy karban tartani. Szoktunk is ilyeneket rendezni, hogy na, összehívjuk a táncos lányokat, és akkor tanuljunk meg szoknyát keményíteni. De nyilvánvaló, hogy az utcáról ugye eltűntek a népviseletek. Erre egy nagyon jó példa, hogy van a birtokomban egy palotabozsokon készült felvétel, amit 1943-ban az ottani pap készített egy ilyen szuper 8-as nevű kamerával, ahol a falu apraja nagyja kivonul a Mária kápolnához valami úrnapi körmenet kapcsán. Ott mindenki, a legkisebb gyerektől a legidősebbig, mindenki népviseletben volt. Na most azóta ugye eltelt, hát több mint egy fél évszázad, és ezek a népviseletek úgy kikoptak szép lassan. Ma ugyanebben a faluban még körülbelül 5 idős asszony találhatunk, aki népviseletben jár. Tehát ez így az idők szava. De természetesen a kultúrcsoportok a vasárnapi viseletben, a színpadon még láttatják az eredeti német népviseleteket. Hát így van ez szinte minden faluban. Tehát ma lényegében az utolsó néhány olyan asszony él falvakban, aki még minden nap népviseletben jár. Tehát ez rövid időn belül eltűnik, és már csak a színpadon láthatunk ilyen viseleteket. Most a mai lehetőségünk az, hogy még varratunk ilyen viseleteket, amíg valaki tudja, hogy pontosan hogy néztek ki, amíg tudjuk, hogy milyen anyagokból voltak beszerezhetők ezek az anyagok. Most is pont van ilyen szándékunk, hogy varratunk ilyen népviseleteket, eredeti népviseleteket, legalább azért, hogy láthassuk, hiszen van egy népviseletek napja is minden évben, áprilisban, ahol pont az a cél, hogy ezeket a viseleteket lássuk, megismerjük, és valahol a múltat így ötvözzük a jelennel. Ez egyébként arról szól, hogy a hétköznapi viseletünket ötvözzük valahogy egy népviseleti ruhadarabbal, úgy, hogy ez még passzoljon is, és hát valahol ne merüljön feledésbe az, hogy ez is hozzátartozik a kultúránkhoz. De azért azt kell mondanom, hogy a lányoknak valami érdekes dolog ez, hogy hátul a múzeumban fölhúzunk egy német népviseletet, hogy megnézze magát, hogy ez hogy nézett ki régen. Ez a több alsó szoknya, tehát érdekesnek találják. Nyilván ma már élő viselet nem lesz belőle. Ugyanez a helyzet a nyelvjárással is. Említette azt az előbb, hogy zene is szükséges a néptánchoz. Ezt meg tudják-e oldani itt az iskolában? Tehát vannak mondjuk fúvosok vagy harmonikások, vagy pedig gépről megy általában a zene, amikor táncolnak a gyerekek? Igen, hát ugye az ideális állapot az lenne, hogyha egy zenekar föllép a színpadon, akkor valami fúvós zenekar kísérni autentikus zenével. Hát ez azért olyan könnyen nem megvalósítható, hiszen az iskolának fúvós zenekara nincsen, még nincsen, de erre is vannak tervek. Az élő zenéből a másik lehetőség az, hogy egy harmonikás kíséri a hangszeren a tánccsoportot. Hát ez nálunk itt megoldott, ezt én szoktam csinálni. De
természetesen, ha nincs más megoldás, akkor gépi zenéről, autentikus zenére táncolnak a gyerekek. Az ön családjában ez mennyire volt ez a hagyomány? Mondta, hogy gyerekkorában azért eléggé tartották a hagyományokat. A nyelvjárás mennyire maradt meg, illetve ez a zene iránti szeretet, meg a tánc iránti szeretet az innen jön? Tehát az ilyen családi örökség? Egyrészt családi örökség, édesapám is zenész volt, és édesanyám is nagyon szeretett énekelni, és szeret a mai napig is énekelni. De a falutól is nagyon sok minden függ, hiszen én Véménről származom, ott 1973-ban, amikor én mondjuk 10 éves voltam, akkor indult egy tánccsoport, és hát amelyik szülőnek fontos volt, az oda elküldte a gyerekét, és rajta volt, hogy minden héten menjen próbára, és aki a tánccsoporthoz tartozott, az természetesen akkor fellépéséken is részt vett, és belenevelődött ebbe a kultúrába, ott énekelni is kellett, táncolni kellett, de megismertük azt a zenét, és hát sok élményben volt részünk, hiszen nagyon sokfelé jártunk fellépésekre, és valahol ott megszereti ezt az ember, és valahol ez lenne itt a legfontosabb célunk is ezzel, hogy a néptáncórákon, illetve az egyéb lehetőségekkel, ahol ma táncolni lehet, ott megszerettessük, megismertessük, megszerettessük a gyerekekkel ezt a kultúrát, hiszen én mindig mondom nekik, hogy később egész életedben ez egy hasznos tudomány, hogyha egy táncos rendezvényen részt veszel, akkor fölmersz állni, föl tudsz állni, tudsz táncolni különböző táncokat, páros táncokról beszélünk most természetesen. A körtáncra még előbb beállnak, a páros tánc, hát ott nagyon hamar látszik, hogy valaki tud táncolni, vagy csak szeretne. A nyelvjárások mennyire maradtak fenn? Mennyire lehet még megtalálni? Vagy nem ezt tanulják már a gyerekek az iskolában? Hát tanulni tanulnak róla, de természetesen az illúzió lenne, hogy ma a gyerekek itt megtanulnak még egy magyarországi német nyelvjárást, tanulnak róla. Nyilván az nehezíti a dolgot, hogy nagyon-nagyon sokféle nyelvjárás van az irodalmi német mellett. Így azt most melyik nyelvjárást tanuljuk meg, a hajósit, vaskútit, garait, vagy éppen egy baranyai nyelvet. Tehát annyira sokféle nyelvjárás van, hogy azt így nem lehet könnyen megvalósítani, hogy na, tanuljunk meg egy nyelvjárást. És amíg, ez ugye az én gyerekkoromban ezek a nyelvjárások olyan értelemben még élő nyelvek voltak, hogy a gyerek a szülővel, nagyszülővel beszélt még svábul, így megtanulta ezt a nyelvjárást, és volt kivel társalogni. Na most ez már sajnos úgy kikopott, hiszen ma már a mai fiatalok már nem élnek általában egy háztartásban a nagyszülőkkel, így már nem tanulják meg a nyelvjárást. Van az a generáció, aki még ért svábul, de már beszélni nem tudja a sváb nyelvet. Jó, ennek más történelmi okai is vannak, de próbáljuk mindenképpen megismertetni velük, hogy van ilyen. Erre egy nagyon jó lehetőségünk a tavaly megépült német nemzetiségi tanösvény, aminek az ötödik állomása pontosan erről szól, a nyelvjárásokról, és ott be is tudjuk mutatni, ott van egy nagyon érdekes installációja ennek az állomásnak, ahol egy gombnyomással különböző magyarországi német nyelvjárásokat meg lehet hallgatni egy kis vidám történet kapcsán, és össze lehet hasonlítani, ami a gyerekek már nyilván nem értik meg mind, de azért érdekes nekik, hogy néhány szót megértenek belőle, és össze tudják hasonlítani, hogy mennyiben hasonlít, vagy éppen mennyiben különbözik az irodalmi német nyelvtől. De nyilvánvaló, hogy a nyelvjárások sajnos eltűnő félben vannak. Nem vigasztal bennünket, hogy ez egy világszintű jelenség. Próbáljuk különböző módokon megmenteni a nyelvjárást. Például nagyon jó példája ennek Hajós, ahol készült egy sváb-magyar szótár, ahol nyelvjárásban is, németül is, magyarul is le vannak írva szavak, és
egy CD-n hátul meghallgatható, hogy ezt hajóson pont hogy mondták ki, tehát nagyon értékes dolog. Most így meg lehet menteni, de élő nyelvvé varázsolni sajnos már nem lehet ezeket a nyelvjárásokat. És hogyha említette már ezt a tanösvényt, aminek ugye most az első állomásában ülünk tulajdonképpen, mert itt kezdődik ez a tanösvény, miért tartja fontosnak ezt, hogy megépült, illetve hogy egyre több épül az országban? Természetesen azért tartom fontosnak, mert ez nagyon jó lehetőség arra, hogy bárki, aki érdeklődik a magyarországi németek múltja, jelene, jövője iránt, itt egy picit beleláthat ebbe az egész világba. Nagyon érdekes ez a tanösvény, hiszen a magyarországi németek közösségi életén keresztül próbálja bemutatni ezt a nemzetiséget. Hát ahol most ülünk, az egészen pontosan az első állomásnak az installációja, mert hogy ez a tanösvény ez ilyen három szintes dologra van fölépítve, ami azt jelenti, hogy minden állomásnak van egy táblája, ahol két nyelven olvashatunk információkat, és az állomáshoz tartozik még valami érdekes installáció, ami vagy szemléletessé teszi, vagy kiegészíti, vagy éppen valami játékra invitálja a látogatót. A harmadik szintje pedig egy kísérőfüzet, ami szintén még érdekes információkkal kiegészíti az adott állomást. A gyerekek mennyire érdeklődnek a tanösvény iránt? Mi a tapasztalat? Hát a gyerekek, ha nem önállóan, akkor az osztállyal előbb vagy utóbb biztos, hogy megnézik ezt a tanösvényt, és nyilván nagyon sok érdekes dolgot látnak itt, ami az ő életükből már kimarad. Most mondok egy apró példát, hogy hogy kell egy buzás zsákot bekötni, vagy éppen milyen magokat vetettek régen, vagy hogy néz ki egy 100 éves biblia, ami egy családnak nagy kincse volt, és még rengeteg dolgot tudnék sorolni, ami nekik már érdekes. Úgy is mondhatnám, hogy egy kis időutazás, hiszen a tanösvény különböző állomásain pont ilyen dolgokat ismerhetnek meg. Egyébként ez a tanösvény úgy van felépítve, hogy egyrészt a múltból halad a jövő felé, másrészt a kisebb közösségektől, mint amilyen a családközösség vagy a falu közösség halad a nagyobb közösségek felé, amilyen például a nyelvi közösség, vagy a munkaközösség, vagy éppen a vallási közösség. És az utolsó állomás az egy jövőbe tekintő sváb lányt ábrázol tulajdonképpen. Ön szerint mi lehet a magyarországi németség jövője? Na, pont ezt a kérdést akarja föltenni számunkra ez a 8. állomás, ami úgy valósult meg, hogy kiírtunk egy országos pályázatot, és a pályázatra beérkezett anyagok vannak ott lényegében kiállítva, azzal a nagy kérdéssel, hogy a fiatalok hogyan látják a magyarországi németség jövőjét. Na, erre láthatunk ott nagyon jó ötleteket. Az egyik ilyen érdekes kérdés, hogy hogyan lehet a mai modern kor eszközeivel a régi kor hagyományait, szokásait átörökíteni, megmenteni. Ugye most például pont egy ilyenen dolgozunk. Egy 30-40 évvel ezelőtti gyűjteményt digitalizálunk azért, hogy meglegyen a következő kor számára is, tehát mai modern kor eszközeivel régi dolgokat próbálunk újjáéleszteni. Ebben a gyerekek is szívesen részt vesznek, de az iskolában nagyon sok példa van erre. Az egyik kollégám például Emzige Hände címmel a diákoknak kínál ilyen kis programokat. Emzige Hände annyit jelent, hogy szorgos kezek, és a németség hagyományaiból, amit régen csináltak, abból ilyen 1-2 órás programot szervez nekik, így kipróbálhatják, hogy hogy kell mondjuk egy kosarat fonni, vagy hogy kell egy zsebkendőbe belehímezni a névjegyemet, vagy hogy kell hurkát tölteni, és még nagyon sok ilyen hasonló dolgot, ami nekik nagyon érdekes, hogy kell kiflit sütni, vagy rétest húzni. Tehát mindig ilyen dolgokat kipróbálhatnak akkor a diákok, és ezt szeretik is, mert ebben van valami érdekes számukra.
Én köszönöm szépen a beszélgetést, és hát bízom benne, hogy a nézőknek is felkeltettük az érdeklődését, és aki még nem járt itt Baján, az eljön, egyrészt megnézi ezt a csodaszép hajót, másrészt pedig végigjárja a tanösvényt, és sokkal több dolgot megtud a magyarországi németség történetéről, jelenéről, illetve a jövő felé vezető útról. Köszönöm szépen, hogy itt lehettünk. Nagyon szívesen, én is köszönöm a lehetőséget. Viszontlátásra!